10 év kihagyás után ismét bemutatják az István a Király című rockoperát a Felvidéken. Az előadást a hagyományostól eltérő feldolgozásban, ezúttal a Nemzeti Lovas Színház viszi színpadra Diós-Patonyban. Szeretnénk ezzel az egészen, ezzel a nappal fogjuk össze a magyarok életnappal erősíteni a magyarságot, a magyar nép összetartását itt Felvidéken. Utoljára 10 éve volt ilyen úgymond sztár szereposztásban az István a Király, akkor Komáromban. Ezt szeretnénk megismételni, vagy még jobbat csinálni belőle. A rockopera végén lesz látványos tűzijáték. A szervezők célja az volt az előadással, hogy egyrészt kapcsolódjanak a Magyar Államalapítás évfordulójának ünnepség sorozatához, másrészt a rockopera 35 évvel ezelőtti ősbemutatójáról is megemlékezzenek. Ugyanakkor a közönség egy különleges szabadtéri bemutatóra készülhet, amelyben lovak is szerepelnek majd. A lónak ez testidegen környezet. Nem szereti a fényeket, alapvetően bezártság érzete van, a talaj csúszik a lába alatt, akármilyen gumipatkót is rakunk rá. De pont ettől izgalmas, hogy egy ilyen élőlény nem a saját komfortzónájában, hanem tök más helyen, hogy szocializálódik az emberrel, az ember hogy használja ezt jól, és hogy emeli meg a muzsikánkat, a művészetünket, ez a csodálatos állat. Az István a Király címszerepét Varga Miklós játsza, de a darabban fellép Jan Zakata, Papa Dimitriu Atina, Makrai Pál, míg Koppányt a Felvidéki Vadkert Imre alakítja. Boldog vagyok, hogy nagy az érdeklődés, nincs érdeklenség, hogy hát ugye nyáron rengeteg rendezvény van mindenhol, de azért itt is bizonyítja azt, hogy az István a Király megmozgatja az embereket és a szívüket az embereknek. És a Tibi is mondta, hogy tényleg itt más fülekre és más lelkekre talál a darab Felvidéken, úgy, ahogy Erdélyben, Székelyföldön, Vajdaságon, Kárpátalján. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldogan állok elé. Megmondom őszintén, örülök, hogy Koppányt fogom énekelni, és megtiszteltetés. A rockoperát a hagyományőrzést középpontba állító egésznapos programsorozat részeként mutatják be, amely a Magyarokért címet viseli. A számos kísérőprogram mellett kézműves foglalkozások, különböző bemutatók, hagyományőrző előadások várják a családokat. A szervezők célja volt, hogy az eseménnyel hagyományt teremtsenek a Felvidéken. Jurta lesz ott, íjász bemutató, néptánt, népzene, minden, ami a magyarsággal kapcsolatos, és szeretnénk ezt a tudatot is erősíteni az emberekben, hogy a magyarság fogjon össze, ugyanúgy Felvidéken és a különböző országok magyarjai. És ezért is lett az egész rendezvénynek a neve az, hogy fogjunk össze a magyarokért. Az esemény sorozat Diós-Patonyban a Szlovákia Ringen augusztus 29-én várja az érdeklődőket. A részletes program megtalálható az interneten is.